Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Czutor Zoltán. Szervusztok, kedves beszóló hallgatók, Adobás Betti kolléganőmmel, szerkesztő kolléganőmmel egyetemben köszöntünk benneteket. Már itt a stúdióban Rauf Szent Tamás barátom. Szia Zoli! Mindjárt kiderül, hogy miért vagy te itt ebben a témában is. Egyszer már beszélgettünk gasztronómia ügyben, és hogy mi hogyan kapcsolódik ez a mai témához. Amikor is ugye két hete a szomszédunkban zajló háború határozza meg a hétköznapjainkat. Minden mindennel összefügg, mint ahogy azt tudhatjuk, ugye az élettapasztalatunkból. A háború a menekült hullámmal, a menekült hullám és a szankciók az életvitelünkkel, az infláció a kilátásainkkal, és mindez egyben a közhangulattal néhány nap leforgása alatt milliós tömeg indult nyugatra Ukrajnából. Ebből jelenleg már közel 200 ezer fő a Magyarországon menedéket kérők száma. Hogyan segíthetünk nekik? Mi a dolgunk ebben a helyzetben? És van-e lehetőség, még inkább szándék az összehangolt magyar segítségnyújtása? Hát ez lesz a mai témánk, és akkor kezdjük is Rauf Szent Tamással, aki egy gasztrokibic cukrászda tulajdonos. Te múlt héten nem csak segélycsomagokat gyűjtöttél és állítottál össze megszorult helyzetben lévő ukrajnaiaknak, hanem személyesen el is juttattad hozzájuk. Miért érezted, hogy ez személyes kötelességet, hogy ezt neked meg kell lépned? Hát először is szerintem a hallgatók nagy része tudja, hogy ilyen rengeteget jótékonykodom, és hát mint minden ilyen szorult helyzetben... De én legalábbis biztosan tudom. Igen, de minden ilyen szorult helyzetben szerintem minden embernek kutya kötelessége segíteni. Én ebben hiszek, úgyhogy ahogy jöttek az első hírek, és ahogy jöttek a hírek ugye arról, hogy mennyi menekült van, én azonnal elkezdtem egy gyűjtést a cukrászdámban, ami egyébként pár nap alatt olyan brutális méreteket öltött, hogy majdnem a plafonig meg volt rakva a cukrászda, de csávot hagytunk a vendégeknek, hogy a pulthoz odaférjenek. Honnan tudtad, hogy miket kell gyűjteni, vagy miket kell kérni? Körbenéztem, meg van azért erre nekünk egy ilyen prospektusunk Barbival, most már ezt 6 éve csináljuk, hogy jótékonykodunk ugye rászorulóknak, hajléktalanoknak, gyerekeknek, bárkinek, és akkor körbenéztem, és felvettem a kontaktot Szabolcs Veresmart polgármesterével, volt hozzá egy kontaktom, ahova nem nagyon érkeztek adományok, ők saját pénzből oldottak meg mindent, a mai napig ők főznek a falu pénzéből a menekülteknek, és akkor ehhez most kaptak becsülettel csomagot, és ott meg is beszéltem vele, hogy most már ilyen WC-papír, tiszti szószér, ilyen nem kell, mert hegyekbe áll tényleg mindenhol, és akkor tematikusan ugye a főzéshez, az élelmezéshez próbáljuk összeválogatni most az anyagokat, amit egyébként bármelyik kedves hallgató a 8. keleti Mátyás téri Rauf cukrászdába be is hozhat nekünk. Tehát még mindig gyűjtitek, még mindig tervezett, hogy akár személyesen is elviszel egy következő körben ilyen csomagokat a rászorultaknak? Szeretném ezt 2 hetente csinálni egyébként. Voltak olyan ostoba... Reméljük, hogy nem kell sokáig, azért bízunk benne, hogy nem válik ez egy életformává. Ez igen, csak az én személyes vágyam nyilván. De ha nézzük a híradásokat, akkor látjuk, hogy kb. Rommá lett bombázva nagyon sok város, és hát most már falu is, így erre az elkövetkezendő fél évben biztos, hogy szükség lesz mindenféle élelmezési és egyéb dolgokra is, ugye. Milyen volt a fogadtatása ennek a dolognak? Egyáltalán hogy találtál rájuk? Tehát hogy néz ki azt, hogyha egy civil, már pedig azt látom egyébként, és nagyon dicséretes, hogy nagyon sok civil érzi a személyes kötelességének, hogy segítsen, tehát milyen érdekes, hogy az emberek a bajban tényleg milyen szépen összefognak, vagy legalábbis a jófél emberek, hogy honnan tudtad, hogy indultál el, hogy kit kell megkeresni? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy összepakolok egy néhány konzervet, alapvető élelmiszert, és eljuttatnám valahova, kit keressek, hova menjek? Hát érdemes felkeresni valamilyen szervezetet, vagy egyébként engem, mert most már Barbikámmal 6 éve jótékonykodunk, úgyhogy megvannak a megfelelő kontaktjaink. Hadd dicsérjelek meg közben, és ne felejtsd, amit akartál mondani. Te a 8. kerülettől nem is olyan rég kaptál egy egészen, hogy is mondjam, egészen illusztrus kitüntetést. Igen. Az több éve tartó jótékonykodási tevékenységed mi? Igen, ez tavaly novemberben az Arany Koszorú díjat, amit én és Barbikám kaptunk, de egyébként erre nem úgy gondolunk, hogy ez a kettőnk díja, hanem ez az összes többi civil támogatónk díja, akikkel most már immár több éve együtt dolgozunk, és tudjuk segíteni a hajléktalanokat és a rászorulókat, és a többi.
És tehát, hogy jutottatok el, de mondd kérlek még egyszer a település nevét, hogy hol vittétek a... Szabolcs Veresmart. Vince Károly polgármesterrel vettem fel a kapcsolatot egy közvetítőn keresztül, ugye most már azért nagyon sok ilyen közvetítőn van, és nagyon örültek neki, és megbeszéltük, hogy akkor mostantól majd rálunk az élemezésre, de egyébként ezt ettől függetlenül nem csak oda szállítanánk mindenféle támogatást, hanem akinek szüksége van rá, úgyhogy nyugodtan megkereshetnek. Tehát a Rauch cukrászat. Igen. És igen. Még ebben az adásban több ilyen is el fog hangozni. Természetesen válunk személyes és telefonos vendégeket is, hiszen ennek az adásnak ez a témája, illetve az ezzel kapcsolatos megoldandó feladatok. Milyen volt a fogadtatás, mikor megérkeztél? Milyen személyes tapasztalatod, milyen személyes benyomásod, akár a menekültekkel, akár a menekülteket kiszolgáló jótékonysági szervezetekkel kapcsolatosan? Egyébként Magyarországon nagyon szuper civil szervezetek működnek, civil és félcivil szervezetek működnek. Egyébként szerintem bárhova adunk most adományt, az nagyjából mindig jó helyre kerül, de érdemes azért utána nézni. Ma már az interneten ez bárki megteheti, azért akárhova nem kell adakozni, és akármilyen bankszámla-számla sem kell adakozni. Mindjárt folytatjuk innen Tamással is a beszélgetést, de itt van velem telefonon Simon Ernő, az ENSZ menekültügyi főbiztosának magyarországi szóvivője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye tudni illik erről, hogy Moldova, Ukrajna területen aktív, és nem a magyar-ukrán határon. Még egy néhány napig, igen. Utána jön Magyarországra? Haza jön Magyarországra? Igen, ha igaz, akkor jövő héten hazamegyek. És ez azt jelenti, hogy ugyanezt a tevékenységet folytatja, amit most jelenleg a moldáv-ukrán határon, csak ezt most majd a magyar-ukrán határon? Így van, igen. Mik a fő teendők ilyenkor? Mi a tapasztalat? Vagy egyáltalán mit tud Ernő, hogy teljesen hasonló folyamatok történnek a Moldovában, ugyanúgy, mint a magyar-ukrán határon? Tehát gyakorlatilag analogizálta az a helyzet, vagy akár a bármelyik ukrán határon a menekültek helyzet és a velük kapcsolatos tennivalók? Olyan tekintetben mindenképpen hasonló a helyzet nyilván, hogy a menekültek tízezrével érkeznek mindegyik országba, amelyik Ukrajnával határos, Ukrajnával a háború elől. Másfelől viszont Moldova annyiban különleges helyzetben van, hogy nem csupán nem Európai Uniós tagország, hanem ráadásul a legszegényebb ország Európának talán, vagy az egyik legszegényebb mindenképpen. És ezen kívül pedig még egy mindössze 2,5 milliós lakosú kis ország, amely nyilvánvalóan nagyon nehezen tudna önállóan megbírkozni azzal a hatalmas tömeggel, amelyik érkezik az országba. Elnézést, én éppen közben útközben vagyok, és mindenféle zajokat attól tartok halanak. Egy semmi menekült gond. Konvojt viszünk éppen egy Palanka nevű hatrátkelő helyről, dél az ország déli részéről, ukrajnai határól, egyenesen rendőri felvezetéssel Romániában, mivel egy pár nappal ezelőtt a román és a moldáv miniszterelnök megegyeztek abban, illetve a két kormány megegyezett abban, hogy egy bizonyos ilyen humanitárius folyosót nyitnak a két ország között, és éppen azért, hogy ezen az országon, illetve a menekülteken Románia mi hamarabb segíteni tudjon, ezért naponta több száz menekültet az ukrán-moldáv határól egyenesen Romániába visznek, és onnan próbálják meg a sorsukat tovább rendezni, illetve onnan utazhatnak tovább, amennyiben ilyen szándékuk van. Épp ez lett volna a kérdésem, ugye ez közismert, hogy Moldáviában azért nagyon sok román ajkú ember él, hogy a román kormánnyal, a román segélyszervezetekkel mennyire élő a kapcsolat, de ezek szerint akkor ez egy olajozottan működő dolog. Teljes mértékben. Most gyakorlatilag éppen 5 busz vezetünk föl, és ma még lesz még egy ilyen konvoj. Mostantól fogva pedig minden nap, akár több, napi több konvoj is fog átutazni így Moldován Romániáig. És ezt a lehetőséget lényegében a román kormány ajánlotta föl, nyilván egy előzetes egyeztetés után, és ebbe a közös erőfeszítésbe lényegében a mai naptól fogva beszállt a mi szervezetünk, az ENSZ menekültügyi főbiztossága, illetve a Nemzetközi Migrációs Szervezet, az IOM is, és 4 fél közös erőfeszítésével igyekszünk minél inkább a menekülteket, az Ukrajnából érkező menekülteket minél inkább, minél gyorsabban és hatékonyabban, biztonságban és megfelelő ellátáshoz juttatni ezen az úton is, illetve ezen is segíteni azzal, hogy a moldovaiak
a moldovai hatóságok minél jobban megbirkózhassanak az a sok-sok-sok tízer emberrel, aki ide érkezik. Igen, ezt mindig lelövi, kedves Simon Ernő, az én kérdésemet, mert ez lett volna a következő, hogy mekkora ott a menekült hullám, ugye Magyarországon, ha pontosak az információim, közel 200 ezer menekült tartózkodik már, aki Ukrajnából jött, aztán majd ez kiderül, hogy ők tovább mennek-e, vagy hazamennek-e, vagy maradnának, vagy Nyugat-Európába távoznának, esetleg a világ más országába távoznak, mert hogy csak ideiglenesen tartózkodtak Ukrajnában. Moldáviában mennyi ezeknek a menekülteknek a száma? Gyakorlatilag ugye két számot kell mindenképpen egyszerre kezelni, hiszen már az országba, ide Moldovában már megérkezett a számításaink szerint és a hatóságoktól származó információink szerint mintegy 300 ezer ember, de ezeknek az embereknek legalább a fele tovább utazik, akár Romániába, akár Románián keresztül máshová. Éppen most is a buszokon, amik a mi konvojunkban vannak, több emberrel beszélgettünk induláskor, és a legkülönbözőbb európai, vagy akár az európai nagyon kívüli országokba is készülnek, Csehországba, Lengyelországba, Franciaországba, Olaszországba, vagy éppen hallottam olyat is, hogy valaki Izraelbe szeretne jutni, Romániából. Most, ahogy átérünk Romániába a határon, akkor ezek az emberek egy Hús nevű városból tovább utaznak majd Bukarestbe, és onnan utazhatnak tovább, amerre szeretnének. Ugye miután az Európai Unió elfogadta egy pár nappal ezelőtt azt, hogy életbe léphetik az átmeneti védelemről szóló irányelvet, azóta ezek az emberek, akik Ukrajnából menekülnek, legyenek ukrán állampolgárok, vagy akár harmadik országbeliek, gond nélkül utazhatnak tovább a bármelyik Európai Uniós országba, és ott élvezhetik. Ez mit jelent, hogy gond nélkül, évig, de akár további két évig ezt a bizonyos átmeneti védelmet. Tehát az ideiglenes letelepedéssel és akár az úti okmányokkal kapcsolatos is ez a dolog, tehát gondolom nem kérnek tőlük akkor vízumot, ugye erre vonatkozhat ez a... Pontosan letelepedésről van szó, gyakorlatilag menekülteknek szóló ideiglenes védelem, ami ismétlem egy évre szól, és ugye az ezzel összefüggő egyéb ellátásokban, szolgáltatásokban is részesülhetnek, tehát egészségügyi ellátáshoz hozzáférnek, a gyerekeik oktatást kaphatnak, a helyi munkaerőpiaci szabályozásoktól függően, de lényegében a legtöbb európai országban, így Magyarországon is munkát vállalhatnak, és aztán utána, amikor letelik ez az átmeneti időszak, akkor el kell dönteni majd attól függően, hogy milyen lesz az adott helyzet éppen Ukrajnán belül, hogy a menekült státuszt, a hosszú távon szóló menekült státuszt is megkapják-e, vagy pedig adott esetben hazatérhetnek. Akikkel ma reggel beszélgettem a buszra szállók közül, illetve a határon többekkel, szinte kivétel nélkül mindenki úgy nyilatkozott, hogy azt szeretné, hogy vége legyen a háborúnak, és azt szeretné, hogy hazajuthasson, hazamehessen. Hát igen, ez a normális, és bárcsak így lenne, és bárcsak minél hamarabb megtörténhetne ez. Nem tudom, hogy a nyelvi probléma az egymás megértése, az ott mennyire okoz gondot, ugye ott egy volt szovjet utódállam lévén talán nem okoz annyira nagy gondot, mint itt Magyarországon, akár a határon, Moldova akár Budapesten is. Teljes mértében két nyelvű, tehát mindenki, a fiatalok is, tehát azt is mondhatom, akik már a Szovjetunió felbomlása után születtek, ők is beszélnek oroszul és románul, tehát itt lényegében, ahogy én is beszélek oroszul, ezzel nincsen probléma. Itt akár egy boltban, akár bármilyen közhivatalban, de akár csak simán az utcán mindenki megért mindenkit. És a civilekben milyen a segítségre való hajlandóság? Ugye Magyarországon csodálatos példák, a zavarba ejtően szép példákat látunk, és felemelő példákat látunk arra, hogy a lakosság mire képes akár központi állami intézkedések nélkül is a menekültek segítését illetően. Mit tapasztalott Moldáviában? Ez az egész régióra igaz, és ugyanígy igaz itt is ebben az országban. Tehát a moldáv kormány lényegében minden segítséget megad, szinte siet, szalad előre azokkal az intézkedésekkel, azokkal akár törvénymódosításokkal, amiket meg kell lépni annak érdekében, hogy tudjanak gondoskodni az Ukrajnába érkező menekültekről. És ezen túlmenően pedig az önkormányzatok, a civil szervezetek, a segélyszervezetek és az egyes emberek minden úton segíteni igyekeznek. Arról már nem is beszélve, hogy ugyanúgy, ahogy a hírekben látom Magyarországon is, vagy a többi országban, a régióban, itt is az otthonokba fogadják be a családokat. Nagyon sokan, hiszen szomszédországról van szó, ráadásul Moldova déli részéhez,
Odessa alig 60-70 kilométerre van, és ugye Odessa már a hírekben úgy szerepel, mint egy célpontváros. Onnan már nagyon sokan menekülnek, és sokan innen autóval indulnak útnak azért, hogy Ukrajnából kimenekítsék az ismerősöket, barátokat, rokonokat. Mi a helyzet ezzel a Magyarországra utazással, hogy ez eleve tervben volt, hogy ön Magyarországra visszakerül néhány napon belül, vagy egyszerűen úgy alakult a helyzet, hogy most itt van önre szükség, és ezért kell hazajönni? Lényegében én magyarországi szóvivő volnék, itt most arról volt szó, hogy amíg Ukrajnában nem alakult ki ez a háborús helyzet, addig Moldovában mindössze egy fő képviselte a szervezetünket. De hát nem volt, úgymond nem volt szükség több emberre. Most már közel 30-an vagyunk, alig két hét elteltével. Folyamatosan érkeznek a kollégák, és közben persze Magyarországon is olyan helyzet van, hogy ott is szükség van minél több munkatársra. Nagyon köszönöm a tájékoztatást Simon Ernőnek, az ENSZ menekültügyi főbiztosának, magyarországi szóvivőjének, aki moldovai-ukrajnai határon teljesít most szolgálatot az ENSZ színeiben. Köszönjük szépen, Ernő! Folytatjuk a beszélgetést Rausz Sven Tamás barátommal. Ugye egy jó előbb azzal kezdtük, hogy te a cukrászdádba gyűjtöttél adományt, ezt személyesen elvitted. Én úgy tudom, hogy te kapcsolatba kerültél olyan emberekkel is, akik annyira bátrak voltak, hogy személyesen átléptek a határon. Mi az ő tapasztalatuk? Mi van oda át? Először is kezd. Egyet, hogy lehet átjutni? Tehát létezik az, hogy beszáll néni a bácsi az autóba, mert annyira nagy lelkű, és cuccokkal fölpakolva átmegy minden védelmi eszköz nélkül, csak úgy, hogy ő viszi valahova, mondjuk Kárpátaljára a saját dolgait. Igen, hát akkor kezdeném ott, hogy először ez úgy volt, hogy én fogom személyesen egy sofőrrel átvinni a szállítmányt, minimum egy kis busznyi árut, ugyanis egy ukrajnai menekült, magyar anyanyelvű menekült sráccal is felvettem a kontaktot, és ő mondta, hogy ott is nagy szükség van az ételekre, de hogy ő nem mehet vissza, ugye, mert akkor azonnal besorozzák. Így jött az a lehetőség, hogy oké, nagyon szívesen átviszem neki, kaptam volna egy sofőrt is, aztán ez meghiúsult, de viszont voltak olyanok, akik átmentek, és ezt ott személyesen láttam, pakolták az autót, úgyhogy... És beszéltél utána is velük, hogy mi a tapasztalat? Volt olyan magyar, aki átjutott, visszajött, vagy akár rendszeresen átjárt? Létezik már, ez? Azóta már engem megkeresett egy srác, és ő elmesélte, hogy igen, átmentek a határon. Igazából... Nem vakmerőség ez? De most tényleg, tehát az egy dolog, hogy az ember szívesen lemond az anyagi javai egy részéről azért, hogy a bajba jutottakon segítsen. De hát itt már talán arról is szó lehet, hogy az ember az életét kockáztatja, nem? Hát igen, azért annyira határtól még nincsenek nagy rázongások, lövöldözések, de egyébként én csak magamból tudok kiindulni, én, hogyha segítek valakin, akkor nem nézem nagyon a körülményeket, vagy hogy nekem ez most megéri, vagy nem éri meg. Igazából, ha segíteni kell, akkor segíteni kell. Valaki bevállalja, valaki nem. Én nem nézem le azokat sem, akik ezt nem vállalják be, vagy megijednek egy adott helyzettől. Én azért eléggé belemegyek a helyzetekbe, mint az életbe, úgy egyébként minden másba is. Mit tapasztaltál, hogy a menekültek, gondolom láttál nagyon sok menekültet akár. Igen. Gyalogosan, tömegközlekedéssel érkezőket, autópályán ott csak ukrán rendszám autókat és láttunk. Hogy látod, hogy mi az összetétele ennek a menekült hullámnak, és most nem is a nemzeti jóvatartozást kérdezem, hanem férfiak, nők, gyerekek, akár életkor tekintetében? Meglepő egyébként, mert én több benzinkuton is Dene Laci barátommal, aki egyébként elkísérte erre az útra, az egyik autót ő vezettem, mert én is ültem. Lacival pont azt néztük, hogy bár a híradásokban azt hallottuk, hogy ugye csak nők és gyerekek jönnek, meg hát ugye gondolom az idősebb férfiak, de én ilyen teljesen normális átlag családokat láttam, sőt láttam kis buszokban fiatal srácokat is, ukrán nyelven beszéltek, és ukrán autóba ültek. Te úgy voltál a határon, hogy jönnek ők át a határon, hiszen nem az van, hogy a katona, vagy sorkötelezett. Igen, nem tudom, de ezt láttam ott, hogy igazából én nem láttam azt, hogy csak nők meg gyerekek, hanem ez egy ilyen nagyon ambivalens érzése van ezzel kapcsolatban nagyon sokunknak. Ugyanis nyilvánvalóan egy hatköteles korú és arra alkalmas, fizikailag, egészségileg alkalmas férfi esetében szerintem joggal érezzük azt, hogy csak lehet, hogy otthon kéne maradni, megvédeni a hazáját. Másrészt nyilván nem látunk bele senkinek az életében, nem tudhatjuk, hogy mi okoz
okozza azt, hogy ő mégis úgy dönt, hogy eljön, vagy esetleg itt várja valaki, aki lehet, hogy neki kell majd segíteni, vagy éppen hoz valami olyan dolgot, eszközt, stb. Aztán visszamegy, lehet, hogy csak valami segélyért jönnek, bepakolnak, hazamennek, tehát nem lehet ezt tudni. Nem mert a srác egyébként, akivel ugye felvettem a kontaktot, ő mondta is, hogy ő nem vihetett autót, mert ő már 6 kötele, szóval konkrétan már itt maradt Magyarországon, ő még az elején kapcsolt, és ezért kért meg engem, hogy átvinném a családjának és még ott a helyi közösségüknek, ami aztán ugye meghiúsult egyéb más okok miatt. Én igazából azt vallom, hogy tényleg nem lehet belelátni más emberek magánéletébe, hogy alakul egy család élete, ki kitől függ, de férfiként én, ha a hazámat, Magyarországot támadnák, egy másodpercig nem gondolkoznék azon, hogy fegyvert fogjak, és ebben szerintem egyetértünk. Igen, igen, az a helyzet, hogy nehéz ebben igazságot tenni, de én is arra hajlok, hogyha megtámadják a hazámat, és én erős, egészséges férfi vagyok, bizony, akkor is otthon kell maradnom, hogy a családomat amúgy meg természetesen igyekszem kimenekíteni, és igyekszem megvédeni az ő testi épségüket, az ő életüket. Szerintem egy férfi dolga az, ha nem is csak ez, de ez mindenképpen. Fogunk beszélgetni ezekről a dolgokról is, meg még ezeknek az ügyeknek a rendészeti vonatkozásairól, csak ez a fél óra, ez a szűk fél óra beszélgetést illetően lejárt most. És hát nem véletlenül választottam azt a dalt, ami most következik. Vissza a Szovjetunióba, ez a címe a dalnak, a Beatles-től az egyik kedvenc számom. Beszóló. Interaktív kibeszélőshow a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Czutor Zoltán. És Rausz Sven Tamás barátom, aki nemrégiben egy tettemes jótékonysági csomagot vagy küldeményt juttatott el a magyar-ukrán határa. Ugye néhány nap leforgás alatt milliós tömeg indult nyugatra Ukrajnából, ebből jelenleg közel 200 ezer Magyarországon menedéket kér ebben a pillanatban is. Hogyan segíthetünk nekik, mi a dolgunk ebben a helyzetben, és van lehetőség, mi inkább szándék az összehangolt segítség nyújtása. Hát ez a mai témája a Czutor Zoltán által vezetett beszólónak, amiből meg egy szűk másfél óra van hátra, és nem sokára beszélünk majd Komocsin Laurával, a business coach-sal, aki egy pszichológusokból álló szerveződést indított, ugyanis erre is szükség van, és a második óránkban pedig itt lesz velünk minden bizonnyal, vagy legalábbis reményeink szerint G. Németh Erzsébet, a humán területekért felelős főpolgármester helyettes, és még Tomival beszélek, Rausz Sven Tomival, a tapasztalatairól, hogy ukránoknak, akikkel találkoztál, akár menekültekkel, akár visszatérőkkel, mi a véleményük, mik az alapvető érzéseik ezzel a háborúval kapcsolatban, amellett, hogy azt feltételezem, hogy igazságtalanak gondolják. Tehát mit látsz az arcukon? Döbbenetet, félelmet, haragot, fájdalmat? Mi az, ami a legjellemzőbb, hogyha ezekre a tekintetekre visszagondolsz, vagy beszélgetésekre? Hát akkor itt két részre osztanám ezt a dolgot, mert volt egy, ugye, hogy a határon megálltunk benzinkutaknál, ott voltunk a határon, ott egyébként ezt a gyerekek egyébként tündériek, mosolyognak, játszanak, szerintem a java fel sem fogja igazán, hála jó Istennek, fel sem fogja igazán, hogy mi történik körülött. Hát a szülők telefonálnak, fölalámászkálnak, cigarettáznak, és hát nagyon idegesek, ez minden arcon látszik. A másik része a dolognak, ugye, hogy ott a Mátyástén egyébként tapasztaltam, hogy rengeteg ukrán család megjelent, most befogadták őket rokonok, barátok. Egyébként is nagyon sok ukrán vendégünk volt, és gondolom akkor ebből adódóan jöttek hozzájuk. Én most beszélgettem egy magyar-ukrán anyukával egészen pontosan tegnap, és azt mondta, hogy ez a bő több mint majdnem 2 hét, ez még mindig nem sikerült neki feldolgozni, egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ez hogy alakulhatott így. Szörnyű hallgatni, meg látni is őket, én el nem tudom képzelni, mit csinálnék ebben a helyzetben. Szomorúak, végtelenül szomorúak, és kétségbe esettek, nem látják a végét úgy, ahogy te vagy én, ők sem. Igen, valahogy olyan volt, mintha ez így a karmánkban nem lenne benne, de az utóbbi bő két évben azért történtek olyan dolgok a világban elég sok, amit a bőrünkön éreztünk, és úgy éreztünk, hogy talán nem is érdemeljük meg, de hát ezt a jó isten tudja. Itt van velünk a telefonban Komocsin Laura, business coach, ügyvezető, egy coachokból, pszichológusokból álló szerveződés indult, Hope Guide .info néven. Kezdj csókolom, Laura! Jó napot kívánok!
Ugye először mindig arra gondolunk, mikor segélyeken gondolkodunk, hogy mire lehet szükség. Élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, szállásra, takaróra, de hogy itt ugye élő húsvér emberekről van szó, akiket ráadásul egészen nagy trauma ért. Lehet, hogy elvesztették mindenüket, és nem csak a tárgyaikat, akár hozzátartozóikat, vagy szétszakadtak, vagy az eddig felépített álmaikat, egzisztenciájukat. Miért jött létre ez a szerveződés, ami ugye pszichológusokból áll? Én nem véletlenül így vezettem be a mi beszélgetésünket, mert azt sejtem, hogy a lelki támasz. Így van, abszolút. Ahogy ön is említette, első körben mindenki ezekre a megfogható segítségekre gondol. És én magam is így jártam, amikor csütörtökön kitört a háború, akkor én is először egy pénzösszeget utaltam át egy segélyszervezetnek, majd ezt követően kimentem a keleti pályaudvarra és a nyugati pályaudvarra is segíteni, mert azt gondoltam, hogy ez a kézenfekvő. És ott, amikor találkoztam az emberekkel, akkor kezdett el megfogalmazódni bennem, hogy jó, hogy én itt most a két kezemet használom, és igyekszem a lehető legtöbbet kihozni ebből az adott helyzetből. De volt bennem egy olyan feszültség, frusztráció, elkötelezettség, hogy lehetne valahogy többet is segíteni. És ezen törtem a fejemet, és mivel a Business Coach Kft. Az elmúlt 10 évben több mint 700 coachot és pszichológust tréningezett ki a különböző csatornáikon, ezért arra gondoltam, hogy ne én egyedül találjam fel a spanyol viaszt, és oldjam meg ezeket a kihívásokat, ezért őket kerestem meg, és 24 óra alatt 280 segítő szakember jelezte, hogy ingyen és bérmentve nagyon szívesen segít. Ez elképesztő, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy van elég szakember, aki vállalja ezt a társadalmi munkát, de ezek szerint van? Rengeteg. A 280 az engem is nagyon meglepett. Ami ugye a nehézség, hogy ez nagyon soknak tűnik, ugye amiből szűkösségünk van, és ami miatt én örültem is, hogy most beszélhetünk itt a rádióban, hát ha valaki tud ukránul vagy oroszul beszélő pszichológust vagy kócsot, mert az nagyon szűk. Tehát a 280-ból 7, azaz 7 darab ilyenünk van. És hol jelentkezhet, aki vállalna ilyet? Hol keresse önöket? Akár engem is közvetlenül kereshet, illetve magán a honlapon ez a hopeguide.info-n van egy... Ez egy angol kifejezés, tehát ez a, megpróbálom magyarul kiejteni, ez a hopeguide.info, tehát a hopeguide.info, ugye ez a honlap, ahol lehet jelentkezni. Így van, azért döntöttünk az angol nyelvű megnevezés alatt, mert hogy nyilván akik most segítségre szorulnak, vannak közöttük olyanok, akiknek a magyar az anyanyelve, vannak olyanok, akiknek az ukrán, és hát bármilyen más nációban is érkezhetnek. Meg hát ugye az angol azért évtizedek óta egy olyan világnyelv, hogy talán azon, még ha ökökbe makogva is, de talán jobban megértik magukat, mint egy ukránul és oroszul nem beszélő pszichológus, a magyarul nem beszélő ukrán menekült. Milyen kihívások elé állítja a menekültekkel foglalkozó pszichológust elsősorban ez a helyzet? Ugye itt most első körben még nem a menekültek azok, akikkel mi foglalkozunk, sokkal inkább olyan civil magyar állampolgárok keresnek meg minket, akik szorongnak ettől a helyzettől, akár azért, mert vannak rokonaik kint Ukrajnában, Oroszországban. Értem, bocsásson meg, hogy félbeszakítottam, tehát akkor közel sem csak arról van szó, hogy az ukrán menekültek itt a célcsoport, hanem a magyarországi szorongók is, vagy bajban lévők. Így van, abszolút, hiszen ha belegondolunk, egy anyának, aki hazamegy és hazaviszi az iskolába a gyerekét, aki hallja, hogy háború van, az ő gyereke is feltesz kérdéseket, és ha a gyerek szorong, akkor az anya is szorong, és neki valahogy válaszolnia kell. De ugyanez megvan az üzleti életben, ugye mi cégünk alapvetően multinacionális vállalatokat támogat, ott is megvan ugyanez a helyzet, hogy egy vezetőtől is elvárják, hogy megnyugtassa a kollégáit, hogy nem lesz semmi baj. Egy újabb célcsoport pedig azok az ukrán munkavállalók, akik évek óta itt dolgoznak Magyarországon nagy vállalatoknál, és ők már ugye elkezdtek integrálódni ide a magyar közösségbe, de hát a családjuk az kint van Ukrajnában, és miattuk szoronganak. Tudnak arról az emberek, vagy akár a menekültek, hogy igénybe lehet venni ezt a segítséget? Tehát van képviselőjük például azokon a pontokon, állomásokon, ahol menekültek nagy számban érkeznek? Igen, abszolút. Nem csak ezt a honlapot üzemeltetjük, Facebook csoportunk is van, a különböző más Facebook csoportokba is beposztoltuk ezeket, hiszen azt látjuk, hogy azért nagyon sokan a telefonukon informálódnak ezekről a lehetőségekről, illetve a nagy pályaudvarokra ilyen matricákat viszünk ki, ahol látják a honlapnak az elérhetőségét, és ott tudnak velünk kapcsolatba lépni. Kell-e külön foglalkozni a korosztályokkal? Tehát, hogy gyerekek, idősek, nők, férfiak?
Tehát igényelek másmilyen bánásmódot az, hogy milyenkor, én azt feltételezem nyilván, hogy igen. Abszolút, most még egyelőre a felnőttek a célcsoport, lehet, hogy a következő körben már közvetlenül a gyerekekkel is fogunk foglalkozni, de azért gondoltuk, hogy első körben a felnőtteket kell megnyugtatnunk, és különböző stresszkezelési technikákra megtanítanunk őket, hiszen ők azok, akik a kapcsolatot tudják majd tartani a gyerekekhez. És ugye nekünk az a célunk, hogy minél szélesebb társadalmi hatást tudjunk elérni, ezért egy anyán keresztül akár több gyerekhez is el lehet érni ezekkel a támogatásokkal. Sokkal, ezért is fogott össze ez a több szervezet, a Business Coach Kft. Mellett az énprojekt.hu, illetve a Meghallgatlak online szerveződés is, minél szélesebb körhöz szeretnénk ugye eljutni a szolgáltatásunkat. Mik a legjellemzőbb aggodalmak, mondjuk egy vállalkozó esetében mondta, hogy ilyen nagy vállalatok képviselő is esetenként ilyen segítségre szorulnak, vagy egy család esetében, mik azok, amik konkrétan fölmerülnek, mint jellemző problémák ilyenkor? Igen. Nagyon meglepő helyzetekkel találkozunk, és szinte mindegyik helyzet teljesen egyedi. Tehát van olyan megkeresésünk, ahol arról szól a történet, hogy nem tudnak fókuszálni a kollégák, és nem tudnak a munkájukkal foglalkozni, mert állandóan eltereli a figyelmüket ez a helyzet, és hát nyilván így GDP-t se termelnek, profitot se termelnek a vállalkozó számára. Tehát, hogyha állandóan ezen van a fókuszunk, akkor nyilván nem tudjuk úgy végezni a munkánkat. Van ilyen típusú üzleti megkeresés. Van olyan típusú megkeresés, ahol oroszok és ukránok is dolgoznak egy munkahelyen, és óhatatlanul előjönnek bizonyos konfliktusok, ami szintén nagyon kemény. De ismerek, van olyan ügyfelünk is, aki orosz felsővezető, és ő itt él már Magyarországon, és az édesapja nem áll vele szóba, aki Moszkvában egy másik rendszert képvisel. Tehát olyan hihetetlen feszültségek családokon, baráti társaságokon, munkahelyeken belül, amivel szerintem korábban még soha nem tudtunk szembesülni, hál' Istennek. Valami kis csírája azért volt már ennek korábban Magyarországon is, hogyha ezt csak az én családomra gondolok, a mi családunkon belül is vannak ilyen feszültségek, de nyilván nem ennyire súlyos, meg hát azért igen. Nem is voltunk a háborús helyzet közelében. És hogy nagyon érdekeset mondott nekem most Laura, hogy az emberek nem tudnak figyelni a munkájukra, miatt a feszültség vagy aggodalom miatt, és én most ebben a pillanatban is egy picit ívők. És azért abszurd a helyzet, hiszen erről beszélünk, az orosz-ukrán háborúról beszélünk, nekem most az a munkám, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen pszichológiai segítségre van szükség, vagy lehet lehetősége annak, aki ilyenektől szenved, és miközben én erről beszélgetek önnel, ebben a pillanatban is egy picit ott van, ha nem hazudok magamnak, ott van bennem az aggodalom, hogy igen, és akkor mi lesz, és hogyha ez eszkalálódik, akkor mi lesz, akkor hova menjünk, hogy mi marad meg, mit adjak el, stb. Tehát ez egy borzasztó teher ebben a pillanatban rajtunk, még az is lehet, hogy önön is. Abszolút egyetértek önnel, elkerülhetetlen. Tehát ha vannak emberi érzéseink, akkor ebben most mindenki egy nagyon nehéz lelki állapotba kerül, és én nagyon hiszek abban, hogy mindenki úgy támogasson, ahogy tud, ahogy önök is említették korábban, hogy építsünk az erősségeinkre. Mi nyilván ebben tudunk segíteni, hogy lelki támaszt nyújtunk, illetve majd, amikor oda kerül a helyzet, akkor álláskeresésben tudunk nekik segíteni. Vagy álláskeresésben hogyan? Bocsánat. De... Hát ugye ehhez is megvannak a felkészítő lehetőségünk, tehát ugye kezdődhet azzal, hogy egy interkulturális helyzetet kell kezelnünk, hogy ők be tudjanak illeszkedni ide a magyar munkaerőpiacra. Rengeteg kapcsolatunk van fejvadászokkal, munkaerőközvetítőkkel, multinacionális nagyvállalatokkal, akik eddig egyébként munkaerő hiányban szenvedtek, és ugye ezért szaladtak el nagyon a bérek. Most ők fel tudnak szippantani egy nagyon nagy bevándorló közeget, de hát erre fel kell őket készíteni, tehát hogy nyilván, ha ő eddig nem Magyarországon élt, akkor honnan tudna, hogy kell állást keresni Magyarországon, milyen önéletrajzot készítsen, hogyan készüljön fel egy interjúra, hiszen nem csak kétkezi munkások jelennek most meg a határon, hanem a teljes társadalmi réteget lefedi. Tud-e valós reményt adni egyébként? Tudom, hogy még nagyon rövid az idő, ugye 2 hete zajlik ez a dolog, de már olyan, nekem olyan érzésem, mint a hónapok óta ez történne, annyira rátelepedett az életünkre, de hogy mi a tapasztalat, hogy tud valós reményt adni egy ilyen pszichológusi segítség, akár egy menekültnek, akár egy ezen aggodalmaskodó családnak, vagy cégvezetőnek? Abszolút, ugye az a megélésünk, hogy még szélsőségesebb a helyzet, mint volt korábban, ebből kifolyólag. Most tudom, szélsőséges én is, amit mondok, de hogy kérem, hogy értsék helyesen, de van, akinek tényleg csak arra van szüksége, hogy valaki meghallgassa.
És tudom, hogy ez szélsőségesnek tűnik, de valakinek tényleg most az, hogy elmondhassa, kiönthesse a lelkét, és igazából csak aktívan kell hallgatnunk, és néhány kérdést feltennünk, és ez fog segíteni. És miután kiventillálta magából ezt a hatalmas frusztrációt, utána lehet arra ráfordulni, hogy hogyan indítja ő el újra az életét egy új országban, hogyan fog megfelelni, bocsánat, itt az új elvárásoknak, mert hogy először túl kell esni ezen a sokkon, ezen a traumán. Foglalkozik-e valaki azzal, akár önök közül, akár mások, hogy a most két hete leterhelt pszichológusokat egy kicsit gatyába rázza, miután sok rémtörténetet hallottak. Erre amúgy is ilyesmire amúgy is szükség lehet egy békés praxisban is. Így van, ezt is szeretnénk lefedni, most gyűjtjük be az ezzel kapcsolatos igényeket, és ez a tervünk, hogy nekik is csoportos foglalkozásokat fogunk biztosítani, hiszen már most is vannak olyan segítők, akik jelzik, hogy remeg a kezük, másképp működnek, nem tudják ellátni ők sem úgy a feladataikat, elfáradtak, és hogy a segítőknek is segítségre van szükségük. Igen, nem csodálkozom ezen, nyilván nem véletlenül kérdeztem. Az elején kérdeztem, hogy a korosztályokkal való foglalkozás hogy áll, és említettem, tehát, hogy elsősorban felnőttekre fókuszálnak most, de hogy van-e tervben a gyerekekkel való foglalkozás is, hiszen őket, ha lehet, akkor még nagyobb trauma éri, ők még kiszolgáltatottabbak, és hogyha már a felnőtteket munkához segítik, akkor esetleg a gyerekek jövőbeni oktatásával tudnak-e, szándékoznak-e foglalkozni ezen a szervezeten belül? Én azt gondolom, hogy minden szervezet fókuszál valamire. Ugye, ahogy említettük is, hogy milyen jó, hogy önnek van egy Tomi barátja, aki annyira bátor, hogy átmer venni a határon. Én például ugye ebben nem lennék kompetens, mert én nem vagyok elég bátor ehhez. Minden szervezetnek megvan a fő fókusz célcsoportja. Vannak olyanok, akik kifejezetten a gyerekekkel, akár az iskolába integrálásával foglalkoznak. Amint oda jutunk mi is, akkor utána fel fogjuk venni ilyen szervezetekkel a kapcsolatot, hogy egy ilyen áthidaló megoldásokat találjunk nekik. Még eszembe jutott egy jó nagy falat, nem tudom, hogy ez már most érződik ez a téma, hogy én azt érzem, hogy egy ilyen helyzetben veszélyes tendenciák is felerősödhetnek. Tehát a kilátástalanság miatt, akár a dologtalanság miatt is, ami ugye ilyenkor azért rátelepszik az emberekre, nőre, férfira, gyerekekre, akár egy erőszakos tendenciák felerősödhetnek, vagyon elleni bűncselekmények, akár önmaguk ellen fordulhatnak ezek az emberek, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e már valami olyan tapasztalat, amire érdemes odafigyelnünk, vagy olyan tendencia. Abszolút, ahogy ön is mondja, ez a dologtalanság, ez nagyon frusztráló tud lenni, és rossz irányba tud vinni. Tehát hogy mi azért is fókuszálunk arra, hogy minél hamarabb essünk túl ezen a krízis fázison, és utána kezdjenek el minél hamarabb beintegrálódni, és minél hamarabb állást találni, mert onnantól, hogy hasznos tagjainak érzik magukat a társadalomban, bármilyen tevékenységgel, onnantól ez egy nagyon nagy váltás lehet. Miben bíznak ezek az emberek, akik most átjöttek? Hát nyilván gondolom mindenki másban, de biztos leszűrődött valami az eddigi tapasztalatokból, hogy a többség az mire számít, hogy mi lesz, hogyan tovább? De ahogy ön is mondta, a magyar határt átlépőknek egy jelentős része az tovább utazik. Ennek nagyon sok oka van, hogy miért utaznak tovább. Vannak, akik már korábban kivándoroltak Ukrajnából, és Franciaországban, Angliában, Németországban lakik a családjuk, nyilván hozzájuk mennek. De nagyon sokan vannak már itt is Magyarországon, ukrán munkavállalók, vannak olyanok, akik kifejezetten a családjukat úgy hozták be, hogy akkor ugyanannál a cégnél fog elhelyezkedni a felesége, vagy a barátnője, vagy a szomszédasszonya, és így tud integrálódni majd újra ebbe a helyzetbe. Van-e most egy nagyon kényes témára, még rákérdezek? Akkor lehet, hogy nem fogok tudni rá válaszolni. Igen, de nem ruhaméreteket, meg testsúlyt akartam kérdezni. De sajnos egy ennél sokkal kényesebb témára. Mégpedig úgy az a tapasztalat, hogy a színes bőrűek, vagy a cigányok, akik átjönnek a határon és ilyen helyzetben vannak, hogy ők sokkal kevesebb jó indulattal találkoznak, hogy ez nem tudom, hogy csapódik le az önök munkájában. Én azt látom, hogy azok, akik segíteni akarnak, azok mindenkinek akarnak segíteni, és nem teszünk különbséget senki között. Ezt azért nagyon jó hallani. Még annyit mondjunk el még egyszer, hogy hol találhatja meg önöket, aki jelentkezné ilyen munkára, ugye elsősorban, ha jól tudom, pszichológusok segítségét várnánk, olyan pszichológusokét, vagy olyan segítőkét, vagy tolmácsokét, akik oroszul-ukránul beszélnek. Így van, tehát akár
pszichológus, coach, tolmács, tanácsadó, mentális mentálhigiénés szakember jelentkezését várjuk, akik oroszul vagy ukránul beszélnek. Nyilván magyarok is jelentkezhetnek át, de hogy abból már úgy nagyon sokunk van. És akik pedig segítségre szorulnak, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és azon veszik észre magukat, hogy rosszul alszanak, hogy bármilyen olyan tünetük van, ami korábban a háború előtt nem volt, vagy csak tényleg szeretnék kiönteni a lelküket ezzel kapcsolatban, vagy stresszkezelési technikákat, konfliktuskezelési technikákat szeretnének megtanulni, ez a hopeguide.info honlapon keresztül, vagy rajtam keresztül el tudnak érni. Igen, akkor szép magyarosan elmondom megint a hopeguide, tehát hopeguide.info nevű, vagy elnevezésű honlapra kell fölmenni, és akkor ott elérik önöket, ott gondolom egyértelmű, hogy hol találkozhatnak, vagy hol jelentkezhetnek majd munkára. Komocsin Laurával, a business coach-a beszélgetünk, aki egy pszichológusokból álló szerveződést indított hopeguide.info néven. Nagyon köszönjük a tartalmas beszélgetést Komocsin Laurának. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Csokrom. És itt ülünk még a stúdióban, egy néhány pillanat erejéig még, Rauszván Tamás barátommal, aki ugye egy szűk órával ezelőtt említettem, segélycsomagot vitt ki az ukrán-magyar határa. Most nagyon személyes dolgokról szeretnék veled is beszélgetni. Mit gondolnak az emberek? Miért van ez az egész? Akikkel találkoztál. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy aki beül a cukrászdába reggel kávézni, hanem ott a nagyon, határon. Nagyon érdekes egyébként, mert ott nálunk a Mátyás-tér, ugye most, amit mondtam az előbb is, hogy megjelentek ukrán családok, és én már velük ugye többször beszélgettem. Mindenki más sztorit mond, mindenki másképpen látja ezt, de egyben megegyeznek a vélemények, amiben egyébként az én véleményem is, hogy ma 2021-ben 22-ben, tudom, hogy neked még mindig tart a szilveszteri buli, de 22. Igen. Hogy ma 2022-ben ez nem történhet meg egy európai országgal. De hát megtörtént a fenelje meg, itt vagyunk benne, nyakig. Igazából... Tehát nem rázhatjuk a végtelenségig, a megrökönyödéstől a fejünket, hogy ez nincs. Ez van, ebbe vagyunk most benne. Igen, szerintem fel ezeknek az nőni. Embereknek még kell jó pár hét, mire ezt megemésztik, és tényleges véleményük lesz róla. Most egyébként szerintem mindenkiből még a düh, a félelem és a hasonló érzések beszélnek. Én hiszem, hogy egy-két hónapon belül már egyébként sokkal nyíltabban fog beszélni erről a témáról mindenki. Ahogy a Covid-nál is volt, ugye, és most nem akarok párhuzamot mondani, vonni a kettő téma között, de... De azért lehet. Lehet. Tehát én azt gondolom, hogy most két éves ilyen világjárvány, ami az egész világot ennyire sokkolja, az biztos, hogy megágy az egy ilyen konfliktusnak, hogy sokkal elkeseredettebben, sokkal mérgesebben vetik bele magukat, akár a legalsóbb szintektől a legtetejéig. Abszolút, az ahogy a Covid-nál is volt, ugye, hogy az elején mindenki felhevülten szitkozódott, ócsárolt mindenki mindent, ugyanúgy most is ezt. Én a végén is. Igen, ezt tudom, személyes tapasztalatom is, de hogy ennek azért még kell egy pár hét, pár hónap szerintem, és hidd el nekem, sokkal nyíltabban fognak beszélni erről az emberek, és ott majd lehet érdekes beszélgetéseket összehozni a témáról. Ilyenekbe belefutottál, hogy orosz ismerős, ukrán ismerős mit mond, mit gondol, akár olyan konfliktusba belefutottál, hogy az előbb ugye Komocsin Laura, business coach említette nekünk, hogy vannak ilyen munkahelyekkel együtt kénytelenek dolgozni. Én azt megrökönyödve hallgattam, az valami egészen elképesztő, helyzet lehet. Nem szeretnék ilyen beszélgetés középpontjába kerülni, ezt inkább úgy megadjam másnak. Kérem szépen, folytatjuk majd az ajánlók és a hírek után, és jöjjön egy szintén adekvát dal, ez a Rage Against the Machine-től a Killing in the Name. Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Czutor Zoltán. És itt ül még velem Rauszván Tamás, már több mint egy órája, egy elköszönés erejéig még itt tartalak. És ugye erről beszéltünk, hogy mi van a fejekben, és mi van a határon, mi van Ukrajnában, vittél a segélycsomagokat. Mi van a te cukrászda kávézódban? Milyen a hangulat? Mit látsz a vendégeken? Egyébként ez napi szinten szóba kerül mindenhol, de nem kell a cukrászdáig menni, villamoson, mindenhol ezt hallom. Van ennek egy elég vulgáris része is, de egyébként a legtöbb ember elég jól viszonyul ehhez a
ehhez a témához, és a segíteni akarást azt mindenkiben látom. Látszik a fogyasztáson is valamit érzel? Azon kívül nyilván az arcokon, tekinteteken, témákon látszódik ez. Igaz, fogyasztáson ilyet nem látunk. A téma az kb. 0-24-ben. Ez a vendégek között is nagyon ritka, akinél nem, de hát nyilván ez most még egy friss sztori, úgyhogy azért is... Az a helyzet, hogy várjuk ide telefonon Simon Ernőt, nem is Simon Ernőt, hanem Horváth Bálint igazgatóurat, aki a Piarista Gimnázium igazgatója, egy nagyon-nagyon érdekes mozgalmat indított el, amit minden eddigi vendégnél vagy telefonon megszólalónál pedzegettem, ez pedig a gyerekek segítése, és már itt vár kint az előtérben a következő óra egész órás vendége, G. Németh Erzsébet főpolgármester helyett. Hát vele lesz miről beszélni. Tőle mit kérdeznél, mielőtt még belép, mondd el, és átadom neki a kérdést, Tomi. Hirtelen, most egy nagyon hirtelen szegezted nekem ezt a kérdést, ezt én rád bíznám. Azt hiszem, hogy volna mit kérdezned a főpolgármester helyett. Abszolút, igen. Nekem van mit, nekem van egy nagy kérdéssor, ami itt feljön. Én lehet, hogy elköszönök most tőled, ha nem bántalak meg ezzel. Nem, mi úgyis nem sokára találkozunk, folytatjuk innen, csak sokkal keményebben ezt a beszélgetést, és várjuk a mit mikrofonhoz főpolgármester helyettes asszony. Köszönöm a meghívást. Itt is van, köszöntöm G. Németh Erzsébetet, végre személyesen is. Köszönöm. Most itt egy gyors helycsere történik a székeknél. Kezeit csókolom. Jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is. Hát sajnos sikerült egy pár percet késnem, de hát ugye ezt megszoktuk, hogy ebben a városban mindig nagy forgalom van, úgyhogy állok elébe a kérdésre. Milyen jó rádiós hangja van. Nem vezetett ön műsort rádióban? Nem. De ha ilyen flottul intézem a dolgokat, akkor lehet, hogy nem sokára majd fog valaki helyettem. Az a helyzet, hogy ez annyira kemény időszak, mindig dob valamit a gép, mindig dob valami váratlant. Amúgy is ez a nagyon nyomasztó két év itt van a nyakunkon. Azt se tudtuk, hogy mit kezdjünk ezzel. Tulajdonképpen mi kis a lábaltunk, jöttek az önkormányzatokat érő szankciók. Mi az, ami most a legfontosabb, mi az, ami a prioritás ilyenkor Budapest önkormányzatának? Egy ilyen... A gazdasági helyzetet illetően, a menekülteket illetően, vagy egyáltalán lehet-e priorizálni, vagy van egyszerre 18 dolog, amit ugyanúgy, hogy is mondjam, evidenciában kell tartani? Kell priorizálni, és egy picit hadd kapcsolódjak ahhoz, amit az elején mondott. Kollégáimmal szoktuk azt mondani, hogy amikor 2019-ben átvettük a városvezetést a budapestiek jóvoltából, akkor utána egy fél éven belül itt volt a Covid, 1-2-3-4-5 hullám, majd ugye az most kezd lecsengeni, és most itt van ez a szörnyűséges háború a mellettünk lévő országban, és most azzal kell szembenéznünk, hogy nagyon sokan menekülnek. Én azt gondolom, az első és a legfontosabb az, hogy mindenki azon a helyen, ahol van, ami a feladata, vagy azért, mert városvezető, vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozik, vagy egyszerűen csak civil ember, magánember, és úgy gondolja, hogy segíteni akar, az tegyen meg mindent ezekért az emberekért, akik kénytelenek elmenekülni a háború elől. A fővárosi önkormányzat az első perctől kezdve, tehát pont ma két hete, ugye, ha jól emlékszem, igen, mert csütörtök volt akkor is, amikor ez így a háború. Ma két hete tört ki hajnalban. Mi már aznap, illetve másnap reggel az operatív törzs ezzel foglalkoztunk. Ugye előtte ez az operatív törzs a Covid járvány kezelésével foglalkozott, most meg át kellett, hogy alakuljunk, és a menekülőkkel. De ez nem a kormány operatív törzs, Nem. Semmi közünk a kormányzat operatív törzséhez. Ez a fővárosi önkormányzat, főpolgármester úr, főpolgármester helyettesek és azoknak az intézményeknek főjegyző, azoknak a cégeknek, intézményeknek a vezetői, akik tudnak tenni akár egy járványhelyzetben, akár pedig egy ilyen menekültes helyzetben. És mi akkor összeültünk, és megállapodtunk abban, hogy hát akkor most ez a következő feladat, ezt kell megoldanunk, ezt kell megcsinálnunk. Számba vettük azokat az anyagi, tárgyi, és nagyon fontos, hogy humán erőforrásokat, amivel mi a saját eszközeinkkel tudjuk kezelni a menekült helyzetet, és már akkor aznap estétől és azóta is egyrészt átmeneti szállást biztosítunk azoknak, akik megérkeztek,
érkeznek döntően a nyugati, illetve a keleti pályaudvarra. Segítünk abban, hogy a két pályaudvar között, vagy akár a Ferihegyi repülőtér között, akik nem itt akarnak Budapesten maradni, még egy éjszakát se akarnak eltölteni, azok ezekre a helyekre eljussanak, és akinek meg nagyon gyorsan szállás kell, azokat ezeket az átmeneti szállásunkon elhelyezzük, ennek minden egyes vetületével, tehát akinek orvosi segítségre van szüksége, abba próbálunk segíteni, akinek mondjuk annyi kell csak, hogy a telefonját segítsünk feltölteni, vagy széles sávú internetet kapjon, abba segítünk, és utána, néhány éjszaka után, amikor egy kicsit szusszannak, megpihennek, és menni akarnak tovább Nyugat-Európába elsősorban, vagy mondjuk északi partnereinkhez, akkor ők elmennek, és akinek meg kell, annak igyekszünk hosszabb távra szállást nyújtani, azokon a, hát elsősorban a táborokban, üdülőkben, ami most télen alkalmassá tehető volt. Ezek önkormányzati intézmények, vagy felajánlások? Fordulhat valaki az önkormányzathoz azzal, hogy tegyük föl, hogy mondjuk az én lakásomban van egy szoba, ahol ketten elalhatnak, tudnak tusolni, a konyhát használni, stb. Hogyha én szeretnék egy ilyen felajánlással élni, akkor én fordulhatok a fővárosi önkormányzathoz? Arra nincs kapacitásunk, hogy ezeket koordináljuk. Azt gondolom, hogy ezt nagyon profin csinálják azok a segélyes civil szervezetek, amelyek ezzel foglalkoznak. Mi abba tudunk segíteni, hogy akik a mi átmeneti szállásunkon vannak, hogy onnét ők, ha kiderül, hogy nem akarnak tovább menni, nem tudnak tovább menni, nincs kihez menniük egy másik európai országba, akkor nagyon korlátos létszámba, de el tudjuk őket a saját intézményeinkbe helyezni. Ezek zömében a fővárosi önkormányzatnak a táborai, vidéki táborai, üdülői, amik alkalmassát voltak, amiket alkalmassá tudtunk tenni fűtéssel, egyebekkel, emberek fogadására. Nagyon-nagyon sok kérdés tolul föl bennem, már itt közben is jegyzeteltem, pedig írtam vagy két oldalt, de még abból, amit most mondott nekem Gyénémet Erzsébet, főpolgármester helyettes asszony, abból is nagyon-nagyon sok minden, és ezeket nem akarom elengedni, viszont itt van velünk a telefonvonalban Horváth Bálint igazgató úr, a Piarista gimnázium igazgatója. Jó napot kívánok, igazgató úr! Itt van? Hall bennünket? Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és a stúdióban ülőket is, igen. Ugye önök elindítottak egy mozgalmat, a 72 tanítvány mozgalom által, ami egy ilyen pedagógus műhely, és a csatlakozó egyházi iskolákkal. Mi ennek a programnak a lényege és a célja? Mikor tapasztaltuk, hogy milyen súlyos a helyzet a háborús viszonyok következtében, azt gondoltuk, hogy az lenne jó, hogyha azon a módon próbálnánk segíteni, amit minden nap csinálunk, meg amihez valamennyire értünk, és ez a tanítás. És azt néztük meg, hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségek vannak. És akkor itt azokkal a tanárkollégákkal, akikkel ebben a műhelyben dolgozunk, megnéztük, hogy talán valamifajta tanítást lehetne szervezni azoknak a gyerekeknek, akik most nehéz helyzetbe kerültek. És akkor egy ilyen felhívással éltünk, hogy aki önkéntes tanítást tud vállalni valamikor a hét folyamán délelőtt vagy délután, valamennyit az, ha jelentkezik nálunk, akkor ezt megpróbáljuk megszervezni. Tehát nagyjából van ilyesmivel készülünk, de azért nagyon sok a bizonytalanság még. És kik és milyen feltétellel jelentkezhetnek tanulni? Hát nyilván gyerekes családokra gondolok, hogy érik el önöket, vagy önök hogy érik el a gyerekeket? Ugye a honlapunkon, meg a sajtóban is elég sok helyen ez megjelent, tehát egyre többen találnak meg, ahogy a főpolgármester helyettes azt, hogy mondta, ugye itt a kapacitásunk nekünk is vége, és főleg ugye a szervező munka mellett, ugye hát mindannyian iskolában dolgozunk, és eddig se unatkoztunk. Most az a helyzet, hogy ugye kétféle ilyen segítségre szoruló gyerek van, aki ugye egy-két napot tölt itt, tehát tovább utazik, ők általában nem találnak meg bennünket. Akik viszont ugye hosszabb távon maradnak, azok is még a lakhatás, meg a lakáskörülményekkel vannak elfoglalva, és nem a tanítással. Tehát az a gyanúm, hogy mikor egy család számára kiderül, hogy hosszabb távon lesz Budapesten, és akkor ez probléma lesz neki, hogy akkor a gyerekekkel mi van, akkor fogják megtalálni az iskolákat. És az első körben ugye azt jó tudni, hogy nekik mire is van szükségük. Ugye aki 2-3 hétig van itt, vagy egy hónapig, az nem biztos, hogy egy általános iskolai osztályba huzamosabban be akar kerülni. Annak egy ilyen tanoda-szerű, ilyen kicsit ilyen non-formális nevelésre van szüksége, ahol beviheti a szülő a gyerekét, és akkor ott valami történik, valami értelmes.
Aki viszont ugye hosszabb távon itt lesz Magyarországon, annak az a szerencsés, hogyha egy konkrét magyar iskola valamelyik osztályba be tud kerülni, és akkor az első héten ugye azokra a helyekre, ahova föl tudtunk mi is venni gyereket, vagy ezek a csatlakozó iskolák, megpróbáltunk ugye az osztályainkba beengedni diákokat, tehát hogy most nagyjából itt tartunk, és én most azt látom, hogy a jövő héten fogunk tudni itt elindulni az iskolában egy valami fajta ilyen tanoda-szerű nappali foglalkozások tartásával. Akkor itt alapvetően arról van szó, ugye, hogy magyar nyelven folyik oktatás magyar ajkú diákoknak, vagy... Hát, vagy akiket fölveszünk az iskolába, azoknak ugye magyar nyelven folyik az oktatás, illetve hát aki nem tud magyarul, leginkább angol órában, meg testnevelés órában tud becsatlakozni, meg segítenek nekik a többiek. Itt az iskolában én arra törekszem, hogy ide találjak olyan kollégákat, akik egyrészt magyarul is, meg ukránul is tudnak, esetleg oroszul beszélnek, vagy angolul tudnak valamit tanítani, és azt gondolom, hogy itt azért lesz arra lehetőség, hogy azok a gyerekek, akik egy-két hónapot itt töltenek, akkor itt valahogy ukránul is tudjunk velük kezdeni valamit. Bár azt gondolom, hogy azért, hogyha nem tudom, zenélünk, játszunk valamit, az annak nem biztos, hogy nyelve a legfontosabb. Ha már zenéről, játékról szó esett, egyéb programokat is szerveznek gyerekeknek, hogy lekössék magukat. Az első napokban hallottam azt, hogy volt olyan helyiség, ahol 40-50 gyerek egész napot ült össze zsúfolódva, minden program nélkül, kilátástalanul, kétségbeesve. Itt most azt tudom mondani, hogy egyen a szervezésnél tartunk, és jövő héten már többet tudok mondani. Most itt egy rajztanár kollégával is beszélgetek, hogy például a művészeti tevékenység az lehet, hogy jól szervezhető. Ugye a szegedi piarista iskolánk is jár ki menekültekhez, és ők kifejezetten ilyen játékokat szerveznek délután a gyerekeknek, tehát olyan foglalkozásokat, amivel pont ebből a helyzetből, amiről most beszélt, abból egy kicsit ki tudja őket mozdítani, tehát úgy látjuk, hogy az ott Szeged környékén ez működik. Na, ezt jó hallani, különösen úgy, hogy én szegedi vagyok. És tanár is vagyok, én Szegeden végeztem egyébként biológia kémeszakos tanárként, hogyha én elmennék tanítani, Jagavarju Nyemnos Kaparuszki, hogyha tudok segíteni, akkor hol jelentkezhetek ilyen feladatokra? Hát most egy e-mail címet hoztunk létre, és akkor ha aki odaír, annak az adatait nyilván megfelelő jogi keretek között fölvesszük, és hogyha azt látjuk, hogy össze tudjuk ezt rakni, ugye ez hely is kell, most akkor itt tudunk valamit szervezni. Jelenleg ugye hozzánk jelentkezik a tulajdonképpen az óvodástól a 18 évesig mindenki, és akkor azt látjuk, hogy minden korosztályjal egyszerre nem tudunk foglalkozni. Az valószínűsíthet, hogy olyan 2-3 hét múlva jobban látszik, hogy egészen pontosan mire érdemes célozni, mi az, amire igazából igény lesz, illetőleg, hogy melyek azok a gyerekek, akik ugye valamelyik magyar osztályba be tudnak kerülni, mert ott az iskola fölveszi őket, vagy van hely, tudja fogadni. Igazgató úr, mennyire van tisztában a jelenlegi számokkal, hányan jelentkeztek eddig tanulni, és mire számítanak, hogy meddig mehet föl ez a szám? Az első napokban viszonylag kevesen jelentkeztek, tehát örvendetesen sok tanár kolléga jelentkezett, amilyen nagyon örömteli ez volt, hogy ilyen lelkesek a kollégák is szívesen segítenének, ez nagyon ilyen szívmelengető volt. Az első héten diák még kevesebb, de most eléggé megugrott a számuk, tehát most 40 fölött járunk már. Az a jó, hogy ennek a jelentkezők jelentős részét azért most tovább tudtuk, tehát mi is vettünk föl diákot, az esztergomi ferencesek is, a Patróna is sok diákot fölvett, a Szent Imre gimnázium is, tehát hogy egy görögkatolikus iskola is sok gyereket befogadott, tehát az első részét azt úgy tűnik, hogy különböző osztályok fel tudják venni, és én most arra számítok, hogy a jövő hét meg a hosszú hétvége folyamán még többen megtalálnak majd, de hát ugye itt is az a helyzet, hogy egy termet tudok most felszabadítani az iskolai működés mellett, és egy ilyen nagyobb teremben fogok tudni 30-40 gyerekkel valamilyen foglalkozást kezdeni, tehát hogy korlátlan létszámot itt sem tudunk majd fogadni. Annyit fogunk tudni talán tenni, hogy aki ide bejön, annak valami fajta információs csomagot próbálunk összeállítani, hogy hova tud fordulni, vagy mihez tud kezdeni, hogyha szeretné, hogy a gyerekét valaki tanítsa itt Budapesten. Ezek nagyon jó hírek. Gondolom ezt a munkát, hogy is mondjam, a tanárok társadalmi munkában végzik, ugye? Tehát és erre is számítanak önök. Hát alapvetően akik jelentkeztek, azok ugye önkéntes munkában végzik. Még annyit tennék hozzá, hogy ugye gyűjtést is indítottunk a piarista iskolákban arra, hogy segítsük a menekülteket, és akkor ez olyan módon is tud történni, hogy azok az emberek, akik ugye ezt szervezik, de nem egy óráig, hanem mondjuk egész nap, akkor ezt a adománygyűjtést olyan módon is tudjuk használni, hogy segítő szakembereknek a munkáját finanszírozzuk ezzel, mert valaki, aki ugye egész
nap dolgozik, vagy egy iskolában ugye, nem tudom, megtart naponta 5-6 órát, utána már nagyon nehezen ér arra oda, hogy még valamit szervezzen. Igen, meg ezt tartósan. Gondolom, ezek a biztos kereteket fel tudtuk állítani egy-két jól ügyesen szervező, meg stabil emberrel, akkor köréjük már jól lehet építeni az önkénteseknek azokat a csoportját, akik naponta csak egy órára vagy kettőre, egy hetente mondjuk egy napon tudnak egy délután jönni. Ha már van valami állandóság, stabilitás, akkor tudunk rájuk ügyesen számítani. Most ezen dolgozunk most már lassan egy hete, és abban reménykedek, hogy a jövő héten már el tud indulni egy olyan rendszer, amit aztán lehet fejleszgetni. Az igazgató úr elmondásából úgy sejtem, hogy itt azért más szolgáltatásban is számíthatnak a menekültek, vagy a rászorulók a piaristákra, és nem csak közvetlenül a tanulással, tanítással kapcsolatos ügyekben. Hát most az adománygyűjtésre nyilván, amire szükség lesz, abban igyekszünk segíteni, már nem az iskola, hanem az egész rendtartomány. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy ugye nem vagyunk óriási szervezet, tehát hogy állami feladatokat nem szeretnénk átvenni. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben mindenki a lehetőségeinek, meg a kapacitásának megfelelően tud vállalni feladatokat, tehát hogy mindenkinek a problémáját természetesen nem tudjuk itt sem megoldani, egy picivel mi is szeretnénk hozzájárulni, tehát hogy szerintem ezt ennyit tudunk tenni. Nagyon köszönöm, igazgató úr, hogy beszélgettünk. Horváth Bálint igazgató úrral beszélgettünk a Piarista Gimnázium éléről. Köszönöm szépen a megkeresésüket. Viszont hallásra. Szép napot hallgatóknak is. Viszont kívánjuk. És folytatom a beszélgetést Jénemet Erzsébettel, főpolgármester helyett, humán területekért felelős főpolgármester helyettese. Ugye mondtam, hogy az előbb így tolultak föl bennem a kérdések, és még a mondandója elején megütötte a fülemet az, hogy mennyire elhatárolódott, hogy ez nem az az operatív törzs, amit a kormány üzemeltet, de én úgy tudom, de javítson ki, hogy ez nem igaz, hogy operatív törzse van a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, hogy ezek szerint ez az összhang azért nem teljes az operatív törzsek között, mennyire van együttműködés. Ha van, akkor az örvendetes, de ha nincs, az talán valami kis magyarázatra szorul. Igen, hát azért tartottam fontosnak azt mondani, hogy ez nem az az operatív törzs, mert sajnos a járványkezelés alatt sem volt a két operatív törzs között, tehát az országos operatív törzs és a fővárosi operatív törzs között igazából nagyon jó a viszony, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem a mi miattunk. Mi minden információt próbáltunk megadni, mert azt gondolom, hogy ez a feladatunk. Ugyanezt vártuk volna el az országos operatív törzstől, a tiszti főorvos Asszantól és a többi kollégájától, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy most is akadozik azért ez az együttműködés. Itt most nem is igazán az operatív, tehát az országos operatív törzsel való kapcsolattartásról van szó, hanem arról, hogy amikor a pályaudvarokon például egymás mellett kell és együtt kell dolgoznunk, akkor mi azért még több információt el tudnánk viselni, akár a katasztrófavédelemtől, akár kormányhivataltól, vagy bárki mástól, akinek ezzel feladata van. Hogy a kedves hallgatók is pontosan értsék, ugyanúgy, ahogy a járványkezelés állami feladat volt, most a menekülőkkel való foglalkozás és az ő egész itt tartózkodásoknak a megszervezése és ennek az egésznek a lebonyolítása, ez szintén állami feladat kell, hogy legyen. Az első időben csak a főváros munkatársai, tehát a fővárosi önkormányzat, a rendészeti igazgatóságunk dolgozói, a mi szociális munkásaink voltak kint a két pályaudvaron. Egy picit utána, amikor megjelent a katasztrófavédelem, akkor ott volt egy kis információs hiányosság. Most én nagyon bízom abban, hogy talán egy hete ez a kapcsolatrendszer, ez egy kicsikét talán jobban működik. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert nem szeretnék senkit sem megbántani, aki tényleg tenni akar a menekülőkért, de egy ilyen helyzetben az államnak és az önkormányzatnak, illetve önkormányzatoknak, mert nem csak Budapest beszélünk itt problémáról, hát meg kell nézni, ugye ott a nyugati határszélen az összes kis települést, nagyobb településnek az önkormányzata is ugye próbál ott valamit tenni. Sokkal többet is jobban lehet segíteni hatékonyabban, hogyha azok a szervek, akiknek vagy feladatuk, vagy lehetőségük van ebben valamit tenni, azok összedolgoznak. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy az állam itt előbb-utóbb a helyzet magaslatára fog kerülni, mert ezekben a percekben, ezekben a napokban itt nem lehet azt méregetni, hogy kinek mi a dolog.
dolga, akinek van lehetősége, azt tegyen meg mindent. Hát én is azt gondolom, hogy a kis stílűségnek itt nincs helye semmilyen értelemben, és semmilyen politikai, vagy uram bocsánat, pártpolitikai megfontolásból semmi helye nincs. Vannak ebben nagyon jó tapasztalataim, személyes tapasztalatom, meg van nagyon rossz személyes tapasztalatom, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy mind a kettőről egy-két mondatot, ha megengedi, köszönöm, ezért vagyunk itt. Van olyan fővárosi menekülteknek szállást adó helyünk, ahol iszonyatosan jó a helyi település polgármester asszonyával az együttműködés. Együtt voltunk ezen ezt a szállást, együtt látogattuk meg 2 vagy 3 nappal ezelőtt, de van például egy olyan balatonparti déli település, ahol szintén a fővárosi önkormányzat vendégeiként, vagy az szervezésébe ott van 83 menekült, akik közül van 62 gyerek, a többi az felnőtt. A gyerekek ezeket szó szerint gyereknek kell érteni, mert 18 év alattiak, és én most már több mint egy hete nem vagyok képes a város polgármesterével, vagy alpolgármesterével érdemben, de egyáltalán, tehát még a telefont se veszik föl, az e-mailre sem reagálnak, arról beszélni, hogy egyébként meg annak a város önkormányzatának lenne mondjuk felelőssége az óvodáskorú gyerekek óvodáztatásáról, illetve hát a helyi tankerületnek kell majd azt megszervezni, hogy az iskoláskorú gyerekek azok hova járnak majd ott iskolába. És egy picit, ha még megengedi, akkor hadd kapcsoljak vissza a Piarista gimnázium igazgató úrjának a mondandójához. Én nagyon-nagyon, egyébként én is pedagógus vagyok eredetileg, mielőtt politikára adtam a fejem. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ennyire profin és ennyire érzékenyen szervezik ezeket a lehetőségeket. Ugye itt az államnak feladata van, mert aki ukrán papírokkal akár kért már menekült státuszt, akár nem, őket is biztosítani kell az óvoda és iskolás korú gyerekeknek az ellátását, illetve aki magyar papírokkal jött, annak is. Tehát azt gondolom, hogy dolgozzunk és működjünk ebben együtt. Nagyon köszönöm, innen fogjuk folytatni. Még több kérdéssel Gyénemet Erzsébet a vendégem, főpolgármester helyettes asszony. Most jöjjön egy kis vidám dal a sok nyomasztó zene és téma után. Beszóló. Interaktív kibeszélőshow a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Czutor Zoltán. És velem szemben Gyénemet Erzsébet, humán területekért felelős főpolgármester helyettes asszony. Az ukrán menekült válság ugye a mai témánk, és még van egy szűk fél óránk, de körülbelül 2 órára való kérdés. Beszéltünk a pályaudvarok helyzetéről, hogy tudnak-e ideglenesen melegedőt találni, tisztálkodó helyet találni, hogy a MÁV, a BKV mennyire együttműköd ebben, mire lehet számítani, mi a helyzet, mi az, amire szükségük van, mi az, amivel érdemes foglalkozni, vagy figyelni. Jelen pillanatban a Nyugatinál ott a parkolóban a BKV buszokat kért a katasztrófavédelem tőlünk, és ott ezek ilyen melegedő buszok, amikor megérkeznek, akkor ott tudnak egy kicsit talán szusszanni, megpihenni. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan jár a motor. Igen, és hát én azért azt gondolom, hogy egy BKV busz az nem erre való igazából, hogy egy helybe ott órákon át, vagy napokon át ott járjan ugye a motor. Úgyhogy most mi kezdeményeztük azt, hogy próbálja meg a fővárosi védelmi parancsnokság, illetve az állam azt megoldani, hogy egy olyan helyen, akár talán a keletiben erre több hely van, hogy olyan konténereket, vagy olyan stabilabb építményeket oda telepíteni, amiben mondjuk a kismamák el tudnak menni szoptatni, tisztába lehet tenni egy gyereket. Ugye azt nagyon fontos tudni, hogy nagyon sok kicsi gyerekkel menekülnek az anyák, nagymamák a háború elől, tehát, hogy ott valami normálisabb, emberibb körülményeket ki lehessen alakítani. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ebben 1-2 napon belül tud az állam lépni. Mi, amit tőlünk kérnek, azt mindent próbálunk adni, és próbáljuk ezeket megszervezni, de hát azért egy önkormányzatnak, főleg egy ilyen kivéreztetett fővárosi önkormányzatnak nyilván kevesebb a lehetősége, mint mondjuk az államnak, aminek nyilván erre egy rendszert is működtetnie kell, tehát kell arra renni protokollnak, előírásnak, hogy amikor egy ilyen menekült hullám érkezik, akkor mit kell tennie a különböző szerveknek, és forrásának is kell lenni, hogy ezt megfinanszírozza.
finanszírozza. És úgy látja, hogy állami szinten ez nincs meg, ez a terv és a forrás? Hát nem szeretném ebbe az irányba most elvinni ezt a beszélgetést, de természetesen azt gondolom, hogy sokkal többet kéne és lehetne tenniük. Főleg úgy, hogy a hírek arról szólnak, hogy ahogy erősödik a háború, és ahogy a hírekben is hallottuk, ugye civil lakosságot, meg tényleg szülőotthont, meg kórházakat támadnak. Biztos vagyok benne, hogy fel fog erősödni az onnan való menekülési, vagy menekülő hullám, és akkor Magyarországnak, mint az egyik ilyen szempontból érintett országnak, sokkal inkább készen kell erre lennie. Ha már források az önkormányzatnak, mi a forrás erre? Az amúgy sem túl jó helyzetben lévő önkormányzatoknak, ugye a pandémia ideje alatt még, ha jól tudom, ugye az iparűzési adó felét is elvette az állam, az már eleve egy nehéz helyzet, akkor is, ha nincs menekült válság. Igen, hát ezen túl még egy csomó pénzt elvett a fővárosi önkormányzattól a kormány. Hát nyilván összehúzzuk a nadrágszíjat, amennyire lehet. Egyébként ezeket, amiket erre a menekült hullámra, menekült válságra költünk, ezeket mi külön gyűjtjük, ezeket a költségeket, és azt gondolom, hogy ezt előbb-utóbb azért az államnak majd meg kell téríteni. Nem beszéltünk még róla, de most muszáj, hogy itt ennél, hogy segítenünk, meg mások is segítenek, muszáj megköszönnöm mindenki, aki a legkisebb adományt, legkisebb segítséget is adott az embereknek itt az elmúlt két hétben. Tényleg megható az, hogy nem csak a civil szervezetek, segélyszervezetek, akik erre szakosodtak és erre jöttek létre, ők heroikus munkát végeznek, hanem egyszerű magánemberek, akik jönnek, segítenek, kérdezik, hogy miben segíthetnek, anyagi támogatást adnak, adományokat adnak. A fővárosi önkormányzat egyébként most nem gyűjt kifejezetten adományokat. Van egy help.budapest.hu oldalunk, azon lehet tájékozódni, hogy mire van szükség, mi hogyan tudja az a magánember, aki szeretné segíteni a menekülőket, segíteni, mit tud tenni, és ez az oldal arra is szolgál, hogy ha valaki ideérkezik Magyarországra, akkor ezen az oldalon tud tájékozódni menekültként arról, hogy milyen lehetőségei vannak, ez egy magyar és angol nyelvű oldal, illetve megnyitottuk azt az infópontunkat a nyugati téri aluljáróban, ahol most reggel 8-tól este 8-ig, de reményeim szerint néhány napon belül 0-24-ben kap ahhoz segítséget, aki ideérkezik, hogy telefont tudjon tölteni, szélessávú internet van, információt tudjon arról szerezni, hogy milyen lehetőségei vannak. Ezt a fővárosi önkormányzat működteti, és hát van még egy fontos dolog, az elsősorban Budapesten belül való közlekedésre, az pedig az, hogy akinek ukrán papírjai vannak, azok menekültként ingyen utazhatnak a BKV-n, és most már egy hete lesz, hogy kezdeményezte a főpolgármester úr azt, hogy ugyanez vonatkozzon a magyar útlevéllel, magyar papírokkal átjövőkre is. Mert ugye erről nem beszéltünk még. Hogy a kettős állampolgárok így, esetében? Így. Ugye erről nem beszéltünk még, hogy nagyon sokan jönnek ukrán személyigazolvánnyal, ukrán útlevéllel, de nagyon sokan jönnek magyar papírral, magyar útlevéllel. És a magyar szabályok szerint nem tudjuk ugyanazt nyújtani a magyar útlevéllel rendelkezőnek, mint az ukrán papírokkal, hiszen ő menekült státusszal. A Európai Unió döntése alapján ők ezt a menekültes státuszt automatikusan megkapják, illetve csak kérelmet kell benyújtani. Ma végül is született egy kormányrendelet, aminek értelmében elég sok szolgáltatást azok is igénybe vehetnek, akik egyébként magyar útlevéllel érkeznek át. Ez jó hír. Igen. Hát elég bonyolult a kormányrendet, és idefele az autóban néztem át, mert annyira friss volt, csak a kollégáim a kezemben nyomták. Gondolom, egy 60 oldal. Nem olyan sok, de elég, mert hivatkozásokat meg egyebeket tartalmaz, tehát elég bonyolult, de a fő része az, hogy most már akik magyar papírral érkeznek, azokat is az megilleti. Tényleg drámai helyzetek vannak, tehát beszéltem olyan anyukával, aki 5 kisgyerekkel jött át, a legidősebb 12 éves, 6. gyerek az a pocakban, egyedül jött át teljesen, neki van ukrán útlevele, azt meg is mutatta nekem, a gyerekei viszont csak keresztlevéllel jöttek át, és hát most kérdés, hogy ha majd vége lesz, és reményeim szerint minél hamarabb a vége lesz a háborúnak, akkor hogyan fog tudni visszamenni, úgyhogy nyilván próbálunk ebbe is jogi segítséget adni majd azoknak, akik ilyen helyzetbe kerültek. Ha már fölmerült a családok segítése, és az orvosi segítségre is utaltunk, hova fordulhat, hogyha
oké, rájön a szülés valakire, mert épp állapotos, és nyilvánvalóan az, tudjuk, hogy hova viszi a mentő, vagy egy autó, aki elszállítja melyik kórházba, de hogyha valakinek mondjuk akár vakbélgyulladása van, fülgyulladása, vagy mondjuk krónikus beteg, hova fordulhat? Azokon a menekült szállásokon, amit vagy átmeneti szállásként, vagy hosszabb távra állandó szállásként működtet a főhelyes önkormányzatot, kétféle lehetőség van. Az egyik az az, hogy igyekszünk azt megszervezni, hogy orvos menjen oda ki, és például az egyik ilyen menekült szállásunkon kint voltak, mindenkit átnéztek, megvizsgáltak minden ott lévőt, és ott lehetett segítséget kérni. A másik, amikor sürgősségi ügyről van szó, akutról, akkor nyilván ezek az ott lévő segítőink, szociális munkásaink, akik ebbe ezeket a táborokat vezetik, ők tudják, hogy mikor kell mentőt hívni, tehát akkor egyszerűen sürgősségi ellátás van, de azt gondolom, hogy ebben is nagyon fontos, hogy egyértelmű szabályok legyenek, és azt gondolom, hogy ezzel Kásler miniszter úrnak, vagy egyáltalán az egészségügyi kormányzatnak foglalkoznia kell, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tenni. És így eszembe jutott, hogy ugyanitt nem szabad reklámozni, de nyugodtan megemlíthetünk olyan szervezeteket szerintem. Én például ismerek egy magánkórházat, a Duna Medical Centert, aki felajánlotta, hogy járó betegellátásra ingyen is bérmentve fogadja a menekülteket. Ez egy nagyon szép felajánlás, és biztosan több ilyen intézmény van, mint hogy vannak szállodák, stb., akik befogadják. Ismerek egy verőcei szállodát, Fehérhattyút, aki most azért nem fogad vendégeket, mert tele vannak ukrán menekültek, és ingyen is bérmentve elszállásolja őket. Úgyhogy ezek csodálatos és felemelő dolgok valóban, de az, hogy a kormány együttműködik, és a különböző segélyszervezetek, a civilek és az önkormányzatok együttműködése ennyire akadozik, ez vajon nem lehet egy valami olyan szándéknak, vagy egy olyan protokollnak a része, hogy igen, és menjen híre annak, hogy itt azért nem mennek olyan flottul a dolgok, ne jöjjenek ide a menekültek, inkább választanak másik országot. Nem lehet-e mögött ilyen szándék? Hát én elég kérges szívű vagy szörös szívű vagyok ennyi év politizálás után, de nem feltételeznék ilyet még erről a kormányról sem. Hogy ez csak szerencsétlen kevés? Én azt gondolom, hogy azokat a rendszereket, amelyek a rendszerváltás után kialakultak, és most együtt ilyen eszembe a állami népegészségügy, az állattiszti orvosi szolgálat, tehát ők ezeket az elmúlt néhány év alatt totálisan szétverték, és az egész állami gazgatást és közigazgatást is alapjaiban forgatták át, és egészen egyszerűen nem voltak arra felkészülve, hogy egy ilyen háborús helyzetben, amikor egyébként nyilvánvalóan muszáj segíteni, akkor meglegyenek azok a protokollok, meglegyenek azok a szabályok, azok az intézmények, amik el tudják látni a menekülteket, és most futnak itt tulajdonképpen az események után. Én nagyon bízom benne, hogy ez a tétlenkedés, vagy ez a nem összehangolt működés, ez most már talán beindul, és talán normálisan fog menni. Egészen egyszerűen muszáj Magyarországnak a jobbik arcát mutatni, és azt hiszem, hogy azok a példák, amiket a magánszférából, civilekről, önkormányzatokról most itt felsorolt a konkrét példákat, azok pont ezt mutatják, hogy igenis a magyarokban van segítőkészség, pontosan érzik az emberek, hogy milyen helyzetben vannak azok, akik ide menekülnek, és aki megteheti, az próbál segíteni. Ehhez az kéne, hogy ezt az állam összefogja, valamilyen formában menedzselje, és legyenek azok a bejáratott utak, hogy mondjuk, ha egészségügyi probléma van, akkor tudja az a civil szervezeti vezető, hogy akkor ebbe az irányba küldöm el a menekültet, ha iskolát akarok neki keresni, akkor a másik irányba küldöm el. Szóval azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb lenne az egész, hogyha lenne egy nagy központi koordinációs iroda, vagy valami szervezet, ami koordinálna ezeket, hogy van erre ilyen szándék, hogy létrehozzanak egy ilyet, vagy egyáltalán, vagy az is lehet, hogy létezik ez az intézmény, csak valami miatt nem működik. Hát én azt gondolom, hogy egy nagy országost azt nem lehet ilyen gyorsan kialakítani. Talán a kormányhivatalok azok, amelyek ezt, meg ezek a védelmi parancsnokságok, ugye a fővárosnak is van ilyen védelmi parancsnoksága, régen, még a régi időkben, akkor a főpolgármester vezette, most nem a főpolgármester vezeti, hanem azt hiszem a kormányhivatali vezető. Szóval azt gondolom, hogy azért ezt valamennyire decentralizálni is kell, de az, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ha szembe jön vele egy probléma, egy megoldandó probléma, egy ügy, hogy hova tud fordulni, arra azt gondolom, hogy igenis szükség lenne. Milyen rendészeti feladatokat, többletfeladatokat ró ez ránk ez a helyzet? Minden, nyilván
egészen onnan elindulva, hogy biztosan kiszabadultak mondjuk rabok a kelet-ukrajnai börtönökben, nem tudom, de ezt feltételezem, hogy onnan azért most boldog-boldogtalan átjöhet, különösebb ellenőrzés nélkül Európába, így aztán az első között Magyarországra is. De az is egy rendészeti feladat, hogy mondjuk megmentsük a szerencsétlen menekülteket a nyugati előtt álló taxis hiénáktól. Hát ez megint az a kérdés, ami egyértelműen a rendészeti kérdés, az egyértelműen állami feladat. Itt hadd mondjam el, hogy nagyon jó az együttműködés a BRFK munkatársai és a mi fővárosi rendészeti igazgatóságunknak a munkatársai között, ott konkrétan ezeken a pályaudvari helyszíneken, meg egyéb helyeken. Egyébként mi is próbálunk a menekült szállásainkon rendet tartani, és ott vannak a friss kollégáink. Ez meg megint olyan kérdések, amit nem egy önkormányzat hatásköre megoldani, de nyilván felmerül. Abszolút, hiszen a határon most mindenki átjöhet. Amennyire én tudom, olyan nagyon szűrő nincs is ott, tehát aki jön és felmutat valami papírt, vagy azt mondja, hogy Ukrajnából jön. Ez megint egyértelműen állami feladat, ez nem önkormányzati feladat. De volt súlyosabb incidens az utóbbi két hétben? Én nem tudok róla, tehát a mi szálláshelyeinken nem volt incidens. És a szálláshely, hallottam ilyet, hogy mondjuk meg lehetne nyitni a Hung Expo-t például menekültek előtt, mint egy ilyen nagy befogadóképességű épületkomplexum. Ugye szó volt arról, hogy esetleg, hogyha oda eszkalálódik a COVID-helyzet, akkor mondott egy ilyen nagy COVID-kórházat nyitnak, stb. Hogy áll ez a dolog? Az fővárosi kezelésben van az a terület? Nem, az egyértelműen állami tulajdon, állami kezelés, illetve azt hiszem, hogy egy cég bérli vissza az államtól, és működteti a Hung Expo-t, mint intézményt. De felmerült ez, mint lehetőség? Nem tudom, tehát azt nem tudom, hogy az állami szervekbe ez felmerült-e, vagy nem. Mi most azon dolgozunk, hogy azt nézzük meg, hogy a saját fővárosi önkormányzati fennhatóságunk alatt van-e még olyan épület, intézmény, ahova, hogyha nagyon nagy baj van, akkor tudunk-e még valami átmeneti szállást biztosítani. És hogy néz ki a helyzet, hogy van erre lehetőség? Lesz. Tehát lesz ilyen. Ez ilyen, hál' Istennek. Az előbb ugye beszélgettem Horváth Bálint igazgató úrral, a Piarista gimnázium igazgatója, és megkérdeztem, hogy a gyerekek oktatása, tanítása mellett valami egyéb programok szervezésével foglalkoznak, hiszen tényleg le kell kötni a gyerekeket bölcsödéskortól 18 éves korig minimum, tehát nem baj, hogyha van dolguk, vagy ki tudnak kapcsolódni, vagy együtt tudnak lenni, és tartalmas időt tudnak együtt tölteni, és úgy éreztem, hogy egy picit zavarba hozom az igazgató urat ezzel a kérdéssel. A fővárosi önkormányzat tervez valamit, vagy van terve ilyen irányú törekvés? Egyáltalán van erre kapacitás? Igen, tehát egyrészt ezeken a hosszabb ellátást, vagy hosszabb szállás lehetőséget biztosító helyeinken már most is vannak szociális munkások, akik segítenek ebben, illetve azt most jelen pillanatban most szervezzük, hogy olyan civil szervezetek, vagy olyan azért vagyok egy kicsit ilyen, hogy mondjam, próbálok úgy fogalmazni, hogy nem akarok még elmondani azokat, amik most tárgyalás alatt vannak, de hát igen, foglalkozunk ezzel. Szeretnénk azt, hogy akár pszichológus hallgatók, akár szociális munkás hallgatók, akár bárki olyan, aki gyerekfoglalkozásokat tud ezeken a helyeken tartani ezeknek a gyerekeknek, ezeket megszervezzük. Ugye az a nehézség ebben, hogy a mi szálláshelyeinknek a többsége az vidéken van, tehát ugye ez még egy plusz nehézség. De hogy ebbe van feladatunk, azt gondolom, igen, mert ha ide jön egy család nagyon sok gyerekkel, az első néhány napi sok után nyilván ezeket a gyerekeket valamilyen formában le kell kötni. Nyelvi nehézség, ugye, hogy az igazgató is, a gimnázium igazgatója elmondta, biztos, hogy lesz, hiszen nagyon sok gyerek nem beszél magyarul, ukránul beszél, hát az angolt azt nem is nagyon kérdeztem még, és például találkoztam az egyik ilyen szálláshelyünkön egy nagymamával, aki kárpátaljai magyar, gyönyörűen beszél magyarul, viszont a 12 éves unokája Kijevből jött, a szülők azt mondták, hogy vigye el, legyen szíves az unokát Magyarországra. Mondjuk ez érthető. És abszolút, és a kislány csak ukránul beszél. Úgyhogy vannak ilyen nehézségek, amiket át kell majd hidalni. Én azt hiszem, hogy azzal, ahogy haladunk előre egy picit az időbe, egyrészt a jelentkezések, mármint hogy az ilyen, akik ezzel egybe tudnak nekünk segíteni, egyrészt ők is jelentkeznek, másrészt meg mi is keressük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk a mindennapjaikat valamilyen rendszerbe foglalva,
még ha nem is járnak el egy iskolába, mondjuk az óvoda nyilván könnyebb, mert ott azért a nyelvi nehézség az még nem annyira éles, de hogy valami rendszer legyen az életükbe, és lekössük őket, azon igen, mégis dolgozunk. És hogy állunk kapacitás tekintetében? Most a budapesti önkormányzatra gondolok, nyilván önkéntesek, munkaerőkapacitás. És hogy állunk, de talán az elején már fel kellett volna tennem ezt a kérdést, de nem tettem fel, hogy hogy áll most az érkezők száma? Csökkenő, stagnál, növekszik? Volt egy pici, tehát ugye mi azt látjuk, akik Budapestre érkeznek. Tehát akik ugye megérkeznek a határra, azok közül nem mindenki Budapestre jön. Tehát amit mi Budapesten látunk, volt egy pici csökkenés néhány nappal ezelőtt, de tegnap előtt óta újra egyre többen érkeznek. Az is igaz, hogy most még zömében olyanok jönnek, akiknek van valamilyen lehetőségük tovább menni. Egyrészt van még erre anyagi lehetőségük, másrészt van kapcsolatrendszerük, valamelyik európai országba is mennek tovább. De ahogy már az elején is mondtam, nyilván lesz egy olyan pont, amikor már nem fogják tudni ezt megoldani, tehát olyan emberek jönnek, akik jobban a háború elől menekülnek, és akkor nekünk is ebben hát ott kell lennünk a toppon. Ezért mondtam azt, hogy állami feladat, mert végesek a mi forrásaink is, egyrészt szálláshely tekintetében, másrészt emberi erőforrásba, hogy kik azok, akik tudnak foglalkozni velük, illetve finanszírozási szempontból is végesek a mi lehetőségünk. És mi az, amire leginkább szükség van? Tehát, hogyha egy támogató szervezet jelentkezné, vagy akár magánszemély, vagy olyan vállalat, aki akár anyagilag, akár eszközökkel beszállna. Pénzadományokat, és ott van a számlaszámunk ezen a help.budapest.hu oldalon, tehát ott tudják a fővárosi önkormányzat ilyen irányú munkáját is támogatni. Mi most konkrétan tárgyi adományokat, tartós élelmiszer, tisztálkodószereket így konkrétan nem gyűjtünk. Vannak olyan típusú felajánlásaink cégektől, és ezt nagyon szépen köszönjük, akik nem hozzánk szállítják be, hanem hogyha megvan a felajánlás, akkor mi ezt koordináljuk, és elküldjük oda, ahova erre szükség van. Tehát ilyen típusú feladatokat tudunk vállalni. Azt nem tudjuk most vállalni, hogy mondjuk egy fővárosi nagy helyre valaki odahozzák ezeket az adományokat, és utána azt szétosztjuk, mert erre nekünk sincs kapacitásunk. Arról még nem esett szó, hogy ugye a fővárosnak Beregszász a testvérvárosa, és Beregszásznak most először első menetben egy 20 millió forintos támogatást ajánlottunk föl, és azon dolgozunk, hogy azokat, amiket Beregszász polgármesterekért, főpolgármester úrtól, azokat a berendezéseket, gépeket, egyebeket, azokat hogyan tudjuk eljuttatni nekik. Nem kérdeztem még, hogy hogyan hat ez a akár két hét alatt is a munkaerőpiacra itt Budapesten. Biztos, hogy átalakítja, hiszen azok, akik mondjuk nem akarnak a menekültek közül dologtalanok lenni, elvállalnak ezt-azt, és valószínűleg jól is teszik. Ezt azért kérdezem, mert van egy jó barátom, aki egy varrodát üzemeltet, és a nálá dolgozó varrónők elkezdtek aggódni, hogy jaj, jönnek az ukránok, elviszik a munkánkat. Ugye mindenféle menekült válsággal vagy migrációval fölmerül ez a probléma. Van-e most ilyen helyzet Budapesten? Én még nem hallottam róla, hanem inkább pont az ellenkezőjéről van tudomásom. Vannak olyan fővárosi cégeink, tehát a fővárosi önkormányzat cégei közül, akik felajánlottak munkát az ideérkezőknek, mert van arra lehetőség, hogy egy-két cégünknél olyan munka, akár nagyon kvalifikált, akár más egyéb típusú munkára fogadnának jelentkezőket. Azt azért tudni kell, hogy döntő többségében, aki itt marad Magyarországon, azok általában mamák, nagymamák, nagyon sok gyerekkel. És nekik eljárni onnét munkába a 3-4-5 gyerek mellől, az nem biztos, hogy mindig sikerül. Ezt akkor lehet majd jobban látni, vagy akkor lehet erre jobban számítani, amikor megszerveződik végre az, hogy az óvodáskorú gyerekek menjenek reggel az óvodába, az iskolás gyerekek menjenek az iskolába, és akkor nyilván azok, akik szeretnének dolgozni, azok utána, ha találnak munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy mennek is dolgozni. Még egy záró kérdés. A választások közelsége mennyire befolyásolja ennek a helyzetnek a kezelését, és mennyire befolyásolja az, hogy tudják a különböző szervezetek, pártok, állami intézmények koordinálni az együttműködésüket?
Hát én azt gondolom, hogy a választásokat, tehát ez a része talán nem befolyásolja, és nagyon bízom benne, hogy nem fogja befolyásolni. Mert kívülről úgy néz ki, hogy mint a kommunikációban azért nagyban befolyásolná, de lehet, hogy az operatív lépések tekintetében annyira nem. Ez a pontos így, ahogy mondta. Tehát azt gondolom, az, hogy segíteni kell, és segítünk, és nagyon sokan segítenek, azt én most teljesen külön választanám ettől, hogy olyan szempontból a kormányzati kommunikáció a választásokra lesz-e ezáltal hatás. Magyarul mondjuk ki akkor egyszerűen, melyik oldalnak kedvez. Nekem nincs egyetlen egy olyan kollégám, vezetőtársam, cégvezető, szociális munkás kollégám, senki, aki bármilyen megfontolás miatt segítene. És én azt hiszem, hogy mindenki azért teszi a dolgát, mert látjuk ezeket az embereket, látjuk azokat a gyerekeket, akik tényleg menekülnek a háború elől, és tényleg szörnyű sorsokról lehet tudni. Én azt gondolom viszont, hogy az, hogy az egész ország hogyan kezeli, és az állam hogyan kezeli ezt az egész kérdést, az lehet, hogy lesz kihatással, és én csak arra biztatom őket, hogy tegyenek meg ők is mindent, lássák el a feladatukat. Nagyon köszönöm Gyénémet Erzsébet, főpolgármester helyettes asszonyok, de nehéz ezt kimondani, hogy vendégül láthattam itt a beszólóban, Czutor Zoltán voltam, és egy picit még maradok, még ha zené is jön, hiszen az én dolom következik, amit a kisfiam énekel. Ez nekem is meglepetés. Köszönöm szépen, én is viszonthallásra.